Addig, amikor elkezdett fűteni, még akkor is száraz volt. Ja, most kapcsolt. Ez még mindig száraz. Majd nedvesedik. Igaz, így nem jó mosási hatékonysága, de hát... Ez van. Na, megint. Kattant a viszonyszabázó. Ez meg közben habosodik. Csak az a baj, nem tudom úgy venni mind a kettő, mert ha ide teszem hátra, akkor meg ilyen nagyon fos minőségű lesz, úgyhogy inkább hagyom itt, meg ott. Majd ez mindjárt elkezd fűteni, megy a fölgyorsul. Akkor átteszem mindjárt. Ezen úgy sincsen, mit nézni. Meg most elkezdett habosodni. Jaj, mostan egy paplant. Ezt nem a paplan mosásom, hanem a napi pushendvasom. És ugye a végén szív egy cooldown, egy lehűtést. És elkezd hányni magából a habot felül. Pont nem voltam itthon. Ezt kellett volna videózni. Nem értem, hogy miért nem tesznek túlfejes gátlót, mivel a Gorenje előtt volt még gépünk, ugye ez a Gorenje az márciusban, 2020 márciusában ez 2 éves. Igen. Isten tud. Igen. És még azelőtt, mielőtt ezt megvettük, volt egy Samsungunk. Amit a hozzáteszem, egy kicsit féltem, egy Samsung VF1600NHW. Hát az viselkedett kicsit hülyén, nem mondom, féltem is tőle. Volt olyan, amikor okvetlenül, ez a, ekkor cseréltük le. Már alapból csinált hülye dolgokat, de volt ez, hogy nem volt kicentrizve a tudsz. A közben ezen indult, közben mondom. Nem volt kicentrizve, és át lett téve egy centrifugára. És ahogy rányomtam a startra, csikorgó égszíjjal megkapta, és így fölszáguldott csak 400-ig, de elkezdett csúszkálni. Hiába nyomkodtam a kikapcsoló gombot, nem hatott, kihúztam az áramból, és utána a dob és a gumik között pedig izzott valami. Sárga volt, nem tudom mi volt, ez nem a fűtőszál. Nem ilyen csíkban félelmetes volt. Aztán utána 2 mosás végig még utána. És aztán megállt. Utána el lett rakva. És én gondoltam, hogy akkor megnézem, megjavítom. Ugye mert a áramfeszültségváltó, most ezt... mi a neve? Valami S betűs a panelban, most hirtelen nem tudom. Pedig itt volt a nyelvem, mert én előbb még tudtam is, hogy mondom. Ne lényegtelen. Én arra tippeltem az ott a szar, egy ilyen... Most, egy 2 hónap ezelőtt, tehát majdnem másfél évet állt. Na én bedugtam, szikrázott, pattogott, de ahogy bedugtam. Úgyhogy ki is kapcsoltam. Ki is húztam. Úgyhogy cseszem, aztán ezt elvittük a mélytelepre. Na ilyen égett szagolat utána, nem akkor nem fogsz kelleni. Mert ugye... Aki nézi a csatornámat, az tudja, hogy volt nekem abból csak egy videó van, egy fél perces, egy Fagor Fetsz 805T. Azt is imádtam, az meg mamámnál volt, csak ugye itt közel, és akkor műhelyben volt, ez volt a dzsugás, meg a Whirlpoolok is, az AVE 2320, meg az AVT 5108 per 4-es, az is ott a műhelyben volt. Azért volt olyan koszos, ott a... Ezért csak egy ilyen WC szoba volt, hogy nem tudom, aztán ott volt bent. Ott volt még az is. Hát akkor még nem videóztam, amikor azt használtam. Aztán ott úgy volt, hogy utána vettük az indezitet, ugye az IVD-t. Az itt volt nálunk 2 hetet. És addig a Gorenje az pedig odát volt a mamáméknál. Aztán mivel nekik ez nagy volt, azért visszacseréltük, szóval visszajött hozzánk. És azóta indezít az otthon. Úgyhogy ennyi igazából. De ez meg, ennek megint kapcsolt a vízszintszabályzó, de most nem szívott vizet. Ma a harmadiknál nem szív vizet. Na, ez pedig megint.
ennyi igazából. 14 perc, Isten, nem fogja földözni a YouTube megint. A gépre kell majd áttennem. A telefon, lehet a telefon gyenge, ezt nem tölti föl. Kópja be. Szóval nem tudom, összevettétek-e, de itt van milyen apró kis szépséghiba a gépnek. Vagy így látjátok, hogy itt ilyen matt. Így. Meg a, ez a három gomb meg itt. Az volt, hogy én nekem érdekelt, hogy ez így van odarakva, mivel ez nem volt meg, tudom, de hogy általában így szoktak belerakva lenni. És ebben látszott, hogy nem. És itt, ahogy meg kíváncsi voltam, hogy fel tudom-e, meg tudom-e mozdítani, meg tudtam. Utána visszatettem, vagy elengedtem. Itt is, de hogy másodjára meg izéltem, akkor már hallottam, hogy nem fogja ragasztani. Be akartam kenni pillanatragasztóval. Aztán szétkenődött, aztán jött a vatta, és tegnap sem emlékeztem, amikor videóztam, csak azt már nem tettem föl. Vattával le akartam szedni a ragasztót, egy ilyen fú, mi valami, és minket is leszedik. Nem tudom. Nem jut eszembe. Majd ha eszembe jut, nem mindegy, és így szétmattított egy kicsit, de hát nem baj. Ugyanolyan jó. Na, 15, most fog fűteni, csak szív egy kis vizet. Igen, amíg a vízszintszabályzó nem kapcsol, de ezek itt még mindig szárazok. Na, most. Na, és ezt fogja csinálni most. A buzi. Bocsánat, Bécs, csillag, csillagi. Na szóval, mindjárt mutatom, hogy mivel szedtem le a ragasztót, mivel adottam. Fú, minek hívják azt? Csak itt nézem, fióba van, de szakrényben nincs. Elfogyott. Akkor sajnos nem tudom. Na ez meg megint százas fordulat. Na jó, viszont kikapcsolom a felvételt, mert a YouTube megint nem, vagy a telefonon megint nem fogja tölteni szerintem. Na viszlát.